Újra elindultak az edzései a Bátaszéki Sportegyesület vadorjú karate szakosztályának. A koronavírus miatt félő volt, hogy a nyárra tervezett táboraikat sem tudják megtartani, ugyan az előző évhez képest csúsztak az időpontok, de végül sikerült mindent megszervezni. Július végén a Gyoma-Endrődi Nagyszövetségi edzőtáborban voltunk, és ennek hát az érdekessége, hogy ugye itt több klub gyűlik össze, és azt gondolom, hogy az edzés mellett egyfajta szövetségi közösségépítés is zajlik, és ez egy nagyon jó edzőtábor volt. Több mint 80 fő gyűlt össze az ország különböző pontjairól, Bátaszékről. Mi 20-an képviseltük magunkat ezen a Gyoma-Endrődi Szövetségi edzőtáborban, és hát azt kell mondanom, hogy tényleg csak ilyen szuperlatívuszokban tudok beszélni, mert ez a pandémiás időszak után egy kicsit kiszabadulni, természetbe lenni, együtt edzeni, találkozni olyan ismerősökkel, akikkel előtte esetleg csak évelején vagy tavaly találkoztunk, ez egy nagyon kellemes érzés volt, és hát sajnos azok a nemzetközi mestereink, akik ezt minden évben meglátogatják, és kvázi instruktori szerepet töltenek be, azok sajnos nem voltak itt, de volt egy B-tervünk a magyar edzőkkel, hogy akkor mi magyarok, magyar edzőkkel mindenki a saját szájíze szerint tart egy pár edzést, és azt kell mondanom, hogy ez nagyon jól sikerült, hogy mindenkinek egy kicsit a boszorkány konyhájába bele tudtunk látni, hogy ő idézőjelben, hogy főzi a paprikás krumplit, mert mindenki tudja, de van mindenkinek valamilyen fűszer benne, amit egymástól el lehet lesni, és a gyerekek nagyon élvezték. Úgyhogy ez mindenféle szempontból egy ilyen nagyon jól jöttünk ki, a cudar helyzet ellenére jól jöttünk ki ebből az edzőtáborból. A másik edzőtáborunk pedig Baján volt, ez júniusban lett volna, de mivel a bajai ifi táborban akkor még nem tudtunk beköltözni, mert a Magyar Honvédség állomásozott ott, ezért úgy döntöttünk, hogy picit csúsztatunk az edzőtáboron, és múlt héten érkeztünk meg egyébként, vagy múlt héten voltunk a 3-tól 8-ig a bajai ifi táborban, 40 gyerekkel és ifivel. És hát így gyakorlatilag ugyanazt a receptet, amit évről évre megcsinálunk, tehát napi két edzés, közben mozizás, közben biciklizés, különböző erőpróbák végrehajtása, bowlingozás, tehát a közösségépítés és az edzés úgy összegyúrva szerintem nagyon jól működött, úgyhogy mind a két edzőtáborban én azt gondolom, hogy feltöltődve pozitívan, jó közösségépítési következményekkel jöttünk ki, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen jó sikerült. Több gyerek volt, aki részt vett mindkét táborban. Nagy Jánosi Botond is közéjük tartozik. Nekem mind a kettő tetszett. Gyoma-Endrődön most voltam először, és mind a kettő pozitív volt nagyon. Inkább a kümítés edzés volt a bajai, a Gyoma-Endrődi az meg inkább ilyen tradicionális karate volt. Botond azt is elmondta, hogy nagyon sok mindent tanult a Gyoma-Endrődi táborban, és bár olyan emberekkel is találkozott, akiket ismert már a versenyekről, úgy érzi, most barátságokat is tudott kötni. Nagy Ákos edző azt mondja, a veszélyhelyzet hozta kényszerváltozások pozitív hatással voltak a gyerekekre. Régebben júniusban lement a bajai edzőtábor, kicsit korábban júli második felébe lement a Gyoma-Endrődi tábor, egy-két hét szünet, és utána kezdtünk el edzeni. És most nem volt meg ez az átmenet, hanem Gyoma-Endrőd, Baja és bele egyből az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy olyan zökkenőmentes volt, tehát az eredményekről beszéltünk akkor arról, hogy nem volt az álmosság érzés, hogy fel kellett őket rázni, hanem ilyen, úgy mondom, hogy ilyen tök éhesen, ilyen tetrekészen csaptunk bele az első edzésekbe. Körülbelül egy ilyen 10-15 fő, aki mindkét edzőtáborban részt vett, természetesen őket próbáltuk minden eszközünkkel segíteni, illetve az anyagi eszközökkel támogatni. Így a szülőkre azért némi anyagi terhet le tudtunk venni, és hát a gyerekek nem csak a karatét szeretik, hanem egymást is szeretik, és én azt gondolom, hogy ez azért jó, mert a sportoló életében azért van olyan, hogy a sportákhoz való viszonya az nem olyan, mert mondjuk jobb lenne a játszótéren, vagy a grundon rúgni a labdát, vagy egy kicsit lógni a haverokkal, de hogyha a haverok is ott vannak az edzésen, akkor ezeket a hullámvölgyeket sokkal jobban át lehet vészelni, hogyha a közösség együtt van. És ez gondolom egy nagyon fontos dolog, hogy itt ők nem csak edzőtársai, hanem barátai is egymásnak.